embertelen az, hogy mennyi joguk van a követeléskezelőknek, és ezekkel milyen nyomorba döntik a lakosságot. Ezzel sajnos minden nap találkozunk, és nagyon sok megkeresés is érkezik részünkre, irányunkba, hogy milyen módon tudják megnyomorítani a lakosságot a követeléskezelők. A végrehajtás méregfoga zabolátlan és a profitéhes követeléskezelők, akik gyakran potomösszegekért vásárolnak meg ugye követeléseket, és utána már lehetetlen a megállapodás a velük való megkötésre, ami ugye egy folyamatos adósság spirálba is keverheti az adósokat. A vak is láthatja, hogy mi a céljuk ezzel a tevékenységgel és ezzel a morállal. De a számok is tükrözik ezt, mivel a Magyar Követeléskezelő ZRT bevétele a 2022. éves bevallás szerint 29 milliárd forint volt, az Intrum ZRT pedig 42 milliárdot kaszált, hogy egy párat is említsek, ugye a piacvezető követeléskezelők közül. Vajon miért nem szabályozzák ezt a szegmenst konkrétan? Vajon milyen politikai szálak vannak a követeléskezelőkkel, a kormánnyal vagy a volt kormányokkal, hogy nem lépett senki sem ebben az irányba? Felháborítónak tartjuk azt is, és egyben összeférhetetlennek, hogy a végrehajtóknak is lehetnek érdekeltségei ezekben a cégekben. Egy példát említenék is, ugye, a Momentum Credit ZRT-ben érdekeltsége volt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a hivatalvezetőjének, a férjének. Ugye ez a hivatalvezető az a dr. Takács Katalin, aki ellen a Sádul ügy kapcsán több nyomozás, büntetőeljárás is folyamatban van. Ilyen összefonódások következtében meglátásom szerint nem lehet kijelenteni azt, hogy pártatlan ügyvitelről tudnának esetleg gondoskodni a követeléskezelők, vagy adott esetben ugye a másik oldalon a végrehajtók. Mi ez, ha nem szervezett üzlet és az emberek totális kizsákmányolása, és ez ellen nem tesz és nem tett eddig egyetlen kormány sem. Ki kell húzni a végrehajtás méregfogát, és rendet kell tenni végre a követeléskezelőknél. Éppen ezért követeljük, hogy mielőbb pótolják azt a joghézagot, hogy nincs definiálva teljes körűen a követeléskezelés. Az egész eljárásukra kikényszeríthető határidőket és teljes körű szabályozottságot követelünk. Az alapításukat pedig különösen meg kell vizsgálni összeférhetetlenségi szempontok alapján. Ezért mielőbb véget kell vetni a kontrollálhatatlan kizsákmányolásuknak.